Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban Rocket Legends-ünk nagyon-nagyon rég volt már a csatornán, az elején nagyon toltam, nem is tudom, igazából néha elővettem évközben is, de valahogy mindig a FIFA-ról csináltam inkább videót, vagy valamilyen új megjelenésről. Most is lesz egyébként, nagyon bízok benne, hogy a Horizon kapcsán kicsit játszogathatunk vele. Na de nem is ez a lényeg, hanem most a Rocket League-sel szeretnék tolni, mégiscsak foci, kocsikkal, volt, amikor egész jól belőttem, formába voltam. Szedjük össze újra magunkat, legalábbis én megpróbálom. Vannak mindenféle új eventek, ezt is látjátok, a új év, kínai új év is van, Neon Knights, nagyon komoly cuccok vannak, ahogy látom. Szokásosan van ugye Battle Pass, meg minden, ami kell, vagyis pontosabban Rocket Pass. Itt ugye külön neve van, nagyon-nagyon jó cuccokkal egyébként megnézegettem. Vannak köztük olyanok, például ez a Wave, a Boostnál, az mondjuk az elég durva. Mondom, vannak itt jó dolgok, amik tetszenek. Ez a kocsi festés, ez a Nexus Hyperspace, mi a tököm? Nagyon komoly. Úgyhogy gondolkodok, hogy befizessek rá, vagy nem. Ami viszont ingyenes, az Item Shopban vannak jó cuccok. Itt ugye az új évi Tigris Éve Bundle, egy ilyen topperrel, meg egy festéssel. Hát figyeljetek, nem nagy cucc, de ingyen van, akkor viszont miért ne? Úgyhogy ezt be is aktiváltam. Nyomjuk. Nézzünk meg, először nézzünk meg casualt, utána majd kompetitívezünk. Jó lenne ezt az 1v1-et tolni továbbra is. Látjátok, Gold 3-ba vagyok, esetleg egy platra felmenni nem lenne rossz, de előtte egy casual, csak hogy képben legyünk a dolgokkal. Van egy ilyen limited Heatseeker. Wow, ez, mintha hallottam volna róla. Ez az, hogy meglövöd a labdát, és olyan bitang erővel megy a kapu felé, mint az állat. Remélem, mindjárt meglátjuk. Megnézzük, hogy miről van szó. Nagyon érdekes a pálya, ilyen lebes pálya van. Illetve 3v3. Na, mindjárt kiderül, hogy ez melyik játékmód. Endo kocsival vagyok egyébként. Jó kis járgány ez, szeressem. De majd lehet kipróbálunk mást is. Folyamatosan 100-as boost-on vagyunk. Társ az ellökött, de igen, a kapu felé vonzódik maga a labda. És ha nem érsz bele, akkor ugye be fog menni nagy valószínűséggel. És amint meglövöm, csak hozzá kell érni, és már megy kaput felé. Nagyon intenzív, gyors játékmenet. Érdekes, hogy pattog ez a laszti, de figyeld! És miattam lett, vagy az emlém volt az utolsó érintés. Ezek szerint ott valahol az enyém volt az utolsó érintés, és gól. Pedig nem sok mindent csináltam a meccsen. Na most ők fognak lőni. Figyelni kell. Mert trükkös a labda, bocsánat, Skyline-os gyerek. Majdnem a miénk lett. Ott az oszlopok azok, amik megtréfálnak egyébként. Jó, szép volt. Igen, hogyha nem gól, nem éri a kaput, akkor visszapattan. És megy az ellenfélhez utána. Azt szépen kivette, most kicsit körözünk, nem találom magamat annyira. Messze voltam. Most egyenlőre össze-vissza pattog a labda. Nem történik úgy nagyon semmi, lehet maradunk hátul. Ezt kivárunk egy védésre. Hát, ellopta a gyerek, de nem baj, csak legyen gól. Nem lett az. Figyelünk, nehogy itt bekapjunk egy találatot. Hűha, tehát közel volt. Érdekes ez a játékmód egyébként, nagyon furi. Azért is lett limitált, gondolom. Nem sikerül jól beleérni. Sőt, egyáltalán beleérni. Na végre. És kapufa. A szép védés a fiútól. Ő látom, akkor itt uralja a hálót, és meg is van a gól. Ez jó volt. Az ő védéséből lett a gól. Szép. A földön pattant egyet, megtévesztett az ellenfelet, korrekt. 2-0. Jó. Ketten is rajta voltunk. Jó is az. Kicsit lögdösnek. Az nagyon szép védést, jó ég.
Jön a labda felénk. Jó. Nagyon jó. Azaz, most lefelé, húz belefelé. Ám, húzza be. Oké, na most akkor én látom el itt a kapus posztot. Legalábbis másodvonalban. Alakul ez, alakul ez. Nem sok esélye van itt az ellenfélnek, ahogy látom. Elég jók vagyunk. De az nem akarom elbízni magam. Jó, az még mindig feléjük megy. Most... rosszul találtam el, francegye meg. Bele az oszlopukba. A mi oszlopunk is mekkorát védette, jó ég. És ott a gól! Ott a gól. Nagyon élvezem. Az a baj, nehéz beleérni a labdába, nem sokszor lehet beleérni, viszont ott felpöccintettem, és pont adott neki egy ilyen tekerést. Király! Amúgy tetszik ez a játékmód, hogy őszinte legyek. Jó, jó cucc. Uff! Az ő volt, az nem én voltam. Én csak beleértem, de ezt ő védte ki. Great pass, kicsit nem belopós érzésem volt. Nem tudom, hogy beloptam-e vagy nem. Minden esetre a közös megegyezéses gólnak én megadnám ezt. 4-0. Két perc van. Egy ötödiket akkor már jó lenne bevágni. Itt nem kellettem. És gól, ott az ötödik. Ez nice shot, ez szép volt, fiú. Ki is lépett az egyik ellenfél. Hát csak ketten vannak. Ne, jó, jó a csapat, jók vagyunk, én azt érzem. Itt fontos ugye, hogy mindig hátul legyünk inkább, ahogy látom, elől lenni. Nem sok értelme van. Egyedül van a fickó. Nem néztem. Hát innentől pedig már kicsit ilyen szemétség a dolog. Majd tök egyedül van a fickó. Hát ez van, ez van. Jó, hát azért rámentem hátha, és be is lövi, egyedül többet tudott lőni, mint az egész csapat kompletten. Úgyhogy azért jár a gratuláció, mert szar, amikor így egyedül hagy a csapatod. Ezt én is csípem, és már sajnos meg is történt velem jó párszor. Főleg olyan rankedeken, amikor ismeretlenek ellen játszunk, akkor azért ez rendszeresen el szokott fordulni. Szép, az szép. Srác, nem tudok el mit kezdeni. Na jól van. Fel is adtam. Egyszerűbb ez így. Ez jó volt. Ez király volt. Maradunk ennél a kocsinál akkor. Napi győzelem, minden. 2000 XP. Zsír. Jó, ki is lépek. Oké. Na. Nyomjuk akkor. Nem volt egy üde nagy gyakorlás, de nyomjuk az 1v1-et. Na, itt is vagyunk, már be is döltötte. Marinho. Micsoda desert pálya. Sivatagi pálya, nagyon állat. Nem megy rá, akkor majd én rámegyek. Jó, hát ez harmad gyenge lövés volt. Viszont a visszafordításom talán jó lehet. Kicsit megzavartuk, már saját kapuja felé viszi ezt a labdát. Az öngól az nem magadhoz íródik, fiú. Talán ezt tudja is. Ezt nem jól találtam el. Az jó. Koncentrálni kell. Na, mi lesz? Régóta nem játszottam, srác. Ne. Trükköz itt. Próbálj meg egyszerűen lerendezni a meccset, hogyha lehet. Jaj! Ezt tusom. Ne, nincs boost. De jól néz ki, galaxisos, naprendszeres téma. Fú, ezeket az űrös dolgokat szeretem egyébként. Király. Kéne. Na. Akkor ez eddig 1-0. Reméljük azért ennél sokkal több nem lesz. Hátra megyünk, nem tudom mit szeretne a fiú. Megnézzük, megvárjuk. Gyere. Jó. Oké. Semmit nem szeretett volna, eléggé bátortalan volt. Mi nem vagyunk azok, csak ő meg akkor megindul hátra. Az jó. Egy boostér.
Az is jó még. Nagyon jó, megint öngólra játszik. Semmi baj. Hát az. Jó van. Mellé ment az első lövés, de pont jól kaptant vissza a falról. Elém esett igazából. Lehet nem volt boostja, azért nem tudta elérni. Majd felvettem ugye a 100-asat. Ezek is döntő fontosságúak. Na, Mizu. Oké. Okay. Ah! Egy ennyire gyenge csellel. Egy oldalra tolással. Ez nem is csell. Ah. Na jó, mindegy, rázzuk fel magunkat. Ezeket jobban meglőhetném, ha már nem jön rá. Aj, az isteni! Mm. 3-1. És esélyem nincsen. Srácok! Nem okoskodás tipp, ha meg magamnak is, hogyha itt 1v1-be elvesztitek a labdakontrollt, akkor annyi volt. Akkor annyi volt. Közelében kell lenni a labdának. Nem, ilyet se szabad, ilyet se szabad. Na, nincs nálad a laszti, akkor ő irányít. És bá, ezt mondom, francba. Francba. Ez már 4-1. Ez nem jó, ebből nem lesz plat. Ó, megyünk hátra, akkor nálunk van laszti. Ilyenkor azért minimális szinten, de mi irányítunk. Arrébb lökjük, semmi baj. Ő is. Nagyon jó. Úgyni. Hát ezt meg nekünk rakta le. Ezért volt egy kis makkerség a dologba. Hátul nem annyira célos a gyerek. Elől jól játszik, vagy én vagyok béna védekező, ezt meg nem tudom. De hátul egyértelműen bizonytalan. 4-3, ez már oké, okay. Ez már oké. Okay. Visszahozzuk. Akkor agresszíven kell támadni, mint egy vaddisznó. Úgy megyünk neki a labdának. Csak ebből megint öljön ki jól. Nem baj. Ott a boostra ment. Nagy hiba. Oké, megint lökünk a labdán. Nem tudom, mit szeretne. Igen, hátul bizonytalan a fickó. Ez egyértelmű. Elől meg nézzétek, miket csinált. Tehát elől jól tolja. Hogyné. Lehet 3v3-ba védőt játszik, nem tudom. No. Oké, támadunk. Félrelök, nem baj, semmi baj. Milyen kabuszt? Mit csinál a kocsim? Nem volt jó. Nem akartam inkább beleérni, mert csak elrontom a helyzetemet. Ez viszont így jó. 4-1-ről hoztuk vissza 4-4-re. Nem gondoltam. Azt hittem, az már kuka az a meccs. De hát a Rocket League-ben minden megtörténhet, úgyhogy ennek örülünk. Ez az. Nekünk jön ki jobban. Felmegyünk. És leütjük. Ez béna volt, ez a lövés, ez harmad gyenge volt. Nem jó. 5-4. Marinko, 7. 5 volt. Rámegyek, kicsit belassítok, de... Úgy... Felfekszik rám, nagyon jó. Mögöttem a labda. Nagyon klassz. Kevés volt. Inkább oldalra. Jó. Nagyon jó. Még mindig nagyon jó. Beleért. Vártam a visszapattanót, de beleért. Sikeresen. Még beduplázta. Az kemény lehetett volna. Nem is sikerült neki. A duplázás nem jön össze, menj innen.
Az egy jó lövési lehetőség neki. Ezt elrontotta. Nem jó. De nem áll rá a kezem. Vissza akartam húzni a labdát egy backflippel. Nem sikerült, na nem baj. Majd a következő. Mondjuk ez. Aha, ez se jön össze. 12 másodperc maradt. Most látom. Nem lehet szórakozni. Nem jó, nem jó. Nem jó. Nem jó. Basszus. Francba. Jön a következő meccs. Le is estünk egy divisiont. Egy gól. Majd pedig. Na jó. Ez egy kicsit háborús a pálya, Chaos nevezető, itt is ilyen homokos a talaj, ezt nagyon szereti a Rocket League, ezt a homok talajt, jó pár pályán bevetették már. Jaj, francba. Remélem, hogy itt több sikerre járunk. Jó, meglőjük. Nem megyek érte. Visszalövi, hát eddig jó, eddig egy. Na, is akadtam a mondatba, annyira beparáztam, hogy azt elrontom. Jó, megyünk érte, utána, a labda után, gyerünk, gyerünk. Az viszont egy gól nekünk, nem kapkodom el, nem repülök föl, mert a mellé megyek, hülyét kapok. 1-0, a biztos 1-0 sokkal jobb. Jó, nem megyek rá, megnézzük, mit csinál. Oldalra lövi, de furán, de furán. Jó, az a miénk. A beduplázástól nagyon messze voltam. Viszont a lövés meg nem jó. Franc, egye meg. A Titanium White kocsiával itt nyomulgat. Szép. Volt meg mozdulással, láttam mit akar. A meglövés. Nem tudom, hogy bemegye. Jó, ott voltam, nem tudom, mondom. Inkább ott vagyok. Para. Na jó van, toljuk neki. Két Titanium White kocsi küzd. A győzelemért egyenlőre én állok vezetésre, de hát ez bármikor megfordulhat. Főleg ebbe a játékba. Főleg, ha ilyeneket csinálok. Hát. De nem voltam ott. Azt se tudtam, hol vagyok. Még egyszer megnézzük, rálövél vagy mi. Nem rövi rá. Mit csinál? Ó, kár, hogy ott volt. Kár, hogy van ellenfél a pályán, azt kell, hogy mondjam. Egyébként jó lett volna, hogyha nincs senki, és egyedül jött. Jajjaj! Menj! Seggel! Az jó. Megpöccintjük. Úgy is jó, de kicsiket pöcögtetek francba. Nem hiszed el, hogy itt ilyen szenvedés van? Felrobbant. Hát! Ez thanks, fiam. Felrobbant. Akkor ellapjuk a boostot. Most repkedjél, hülye gyerek. És repked. Hát, hihetetlen. Most mi történik? Hát eddig nem csinált ilyeneket. Most mi történik? Bassza meg! 3-2-re vezet. Ó, bakker, ezt nem hiszem el. 2-0-ról. Ilyen könnyen. Elrontja, az az enyém. Nem érem utol, hát ilyen nincs. Nem tudom, hogy miért nem jött hátra, lehet, nem tudom, felborult, hogy mit csinált. Mit csinált? Oldalt jön, boostra megy, elvéti a boostot. Akkor az volt a mákom, hogy elvétette a boostot. 3-3, de én azt érzem, hogy ő, ha oda tenné magát a srác, akkor talán jobb lenne. Ezt el fog érni, nem? Nem, jó van.
Ó, nincs boost. Kényelmes, kényelmes, ha nincs boost. Oké. Okay. Mindig nincs boostom. Figyelni kéne erre. Jó. Most elviszi ott. Nem is baj, nem is baj. Vigye csak, vigye csak. De ez hogy csinálja? Előbb elkezdtem elindulni, és... lőni se tudok pontosan. Aggódok, aggódok. Ez egyértelmű fejeg a robbangatások miatt. Rohadt nénikéjét. Még robbangatással se. Annak be kell mennie. Azaz, 4-3. Jó, most ezt a 4-3-at meg kéne őrizni. Ha védekezek, hátul vagyok, védekezek, és nem támadok, mint egy félőrült, akkor én azt látom, hogy ki lehet rajta fogni. Úgyhogy ez lesz a taktik. Nem, 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 akkor nem megyünk rá. Nem, nem szállunk fel az égbe, mint egy hülye gyerek, hogyha nem megy. Jó. Á, nem ugrok le, mert elrontom akkor izé. Gondolkozok, jár a fogaskerék a fejembe. Csak húzzuk az időt valahogy. Itt a sarokba, ott pöcögtetjük, nagyon jó, ellopjuk a boostot. Á, nem jó, nem jó. Oké, fel fogja vinni a levegőbe, kéne az boostot tudjam blokkolni. Jézus, atya úristen! Hát vallásos leszek a meccs végére. Jó, fellőjük, ő már letermett. Hát ez... borzalmas, de nem baj, mert beleérünk. Uha! Oké. Okay. Ez mi a tököm volt? Volt 20 perc alatt. 5-4-re vezet. Ilyen nincsen. Ott az esélyem. Jó van. Ez óriási makker volt, hogy elrontotta a lövést. 5-5 az állás, 3 másodperc a vége előtt, rámegyünk. 2-1, és egyébként ezt lehet belőttem volna, de lejárt az idő, úgyhogy hosszabbítás, aranygól. Aki belövi, az nyert, nem lesz jó nekem az. Meglöktük csak, pont hogy jó lett neki. Megint vergődök a falon, mint egy idióta. Gyerek, mit csinálsz? Mit csinálsz, baby? Na gyere, jó van. Király. Oké. Okay. Jó. Nem jó, de talpon vagyok. Figyelek. Az is jó még. Most már ez az enyém. Ez az enyém, bebutítjuk a hülye gyereket. Tesz az. De kemény meccs volt. Azt a mindenit, jobb volt nálam. Érzed, se jobb volt nálam a srác. Egy kis trükkel, egy kis taktikával tudtunk elé kerülni eredményben, de azt a mindenit. Division up, megvan. Toljunk. Toljunk egy következőt. A kutya fáját, de kemény volt ez a meccs. Jó van, hosszabbításban nyertünk. GTA 5, Chivi Maru 12, ezek a neveket, ő teljesen kész vagyok. Az se biztos, hogy bejoinol, de bent van, spanyol ráadásul. Nézzük, nem megyünk rá.
végre nem egy ilyen homokos pálya. Az nagyon jó. Aha, ügyes, ügyes. Oh, ho, ho. Thank you, nice shot. Babe, ez mi volt? Meg mi volt? Akkor erre rámegyünk változatosság kedvéért. Erre ő nem megy rá. Nem hiszed el. És neki adom fel. Vissza, 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 vissza. Ja, nem is vezeti rá. De miért? Az szép. Az szép. Jó, 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 jó. Okosan, okosan. Nem jó. Vissza, 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 vissza. Jaj, na, ő is repked. Ó, a duplázásra nem számítottam. Az komoly volt. Ó. Nice. Miért nem tudom. Ez szép. Én a nyers erő vagyok ebben a játékban. Üha! Úha, ezt leraktam neki. Ez a gyerek megint eléggé vágja a témát. Úgy látom. 2-1. Nem lesz egyszerű így, viszont. Ő ennyire pro. Pro player. Pedig annak tűnik. Jó, hogy ő ott viszi. Mi történik? What? Rámegyek akkor. Úgy látszik, hogy ez a több sikerem volt. Kicsit ellőjük a labdát, játszogasson vele. Gondolom felviszi a falra majd, meg ilyenek. Ura. Jó. Mondom, nyers erő néha nyerő. Én biztos nem fogok tudni oda felmenni és ott kardozni vele, mint egy ilyen sportoló. Az tuti fix. Jó. Keresztbe elvisszük. Oké, a tempóból majd. Összehozunk néhány finomságot. Mondom, tempóból! Hát rávittük a labdát egy olyan pillanatban, amikor nem számított rá. 3-3. Ugyanannyi az eredmény, mintha repültem volna. Csak én ezt nem viszem túlzásba. Zsír. Kiresek. Ja, hogy ennyi volt a srác. Oké. 4-3. Az a lehellett finom érintés? 27 km per órás gól. Leszaggatja a fejedet. Annyira durva. Jó van, most már azért nem afkol, csak pisilnie kellett ezek szerint. Oké, 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 jó. Az mellé. Azt meg megyünk hozzá, hátra. Annak pedig én örülök. Főleg, hogy ez így gól, hogyha a saját kapujára vezeti. 5-3-ra vezetünk egy olyan gyerek ellen, aki megint szerintem azért meg tudna verni, hogyha kicsit jobban odafigyelne. Hát ez a játék sok mindenről szól. Szerencsefaktor is azért bőven benne van. Rámegyünk. Jó, hát ha ő szórakozik, én nem várom meg, amíg felviszi a falra, aztán nem tudok rám megmozdulni. Azt védi, az ügyes. Boostot ellopjuk. Azt is ellopjuk, mindent. Hát köcsök vagyunk, ez van. Ő viszi a másik boostra. Én meg nem, hogy ellopom a boostot, még a labdájárásába is beleszólok. És azt is ellopom. Meg felborítom, hát erőszak, fajtikám. Meg akarom nyerni ezt a meccset. És még van bő 2 perc belőle.
Remélem ő is felrobbant. Nem, csak én. Szuper. Az menjen föl, az a labda. Nagyon jó, nagyon jó. Azt kiraktuk elé, az nagy hiba. De kicsit beleérünk a labdába, és ez pont neki jó. Megint a ugrabugrálós hülyeségére, de ezt védjük. Szuper jó. Na most mi lesz, kisfiú? Az! Jó, lefettük. Nagyon jó. Na, na, na. Á! Nem jó. Vissza. Nem láttam, hol a kapu, de mondom. Azt a kutya úristeni. Ezt kihozzuk innen a katyvaszból. Most már kapjuk a folyamatos védést egymás után. Szorult a helyzet, azt kell, hogy mondjam. Nem értem bele abba, hogy nem értem bele. Uff, nem jó, megint. Á, ez már nem, ez a vége. 5-4, 39 másodperc, több mint másfél percet kibírtam. Kapott gól nélkül. Sajnos erre kell rámenni, mert azt látom, hogy a gyerek az nagyon-nagyon vágja a témát. Úgyhogy, de ez múltkor se jött be. Az időhúzós taktix. De most hátha. Nem csak időt húzunk, hanem gólt is lövünk. 6-4. Egy backflip trükköt megevett a srác. Nem megyek rá. Nem, az a sarok, nem. Nem a tiéd. Azt viszont megettem. Jó, nem baj. Kicsit taszigáljuk ezt a labdát, hát ha kidurran idő előtt. Ő lő egyet, nem lő egyet, inkább nem tudom mit csinál, de az biztos, hogy ez most már így az enyém kell, hogy legyen. Nagyon-nagyon komoly meccs volt ez is, iszonyatosan kemény volt. Az Endo, a piros Endo hozta a formáját. Wow. Division 4, Gold 3. Egy Division és Plat. Még egyet toljunk, srácok. Hú, kemény, nagyon felspanolódok azért. Nem tudom, nekem még a FIFA-nál is durvább ez a intenzív játékmenet online. Ah, kirázza ideg, nagyon király. Főleg így, hogy nyerek, és nem csak a folyamatos bosszankodás van. Az meg van a másik oldalt náluk, mert érzem mindkét játékosnál, hogy ezek keményebbek. Jobbak is lehettek volna, mint én. Az elsőnél éreztem azt, ahol kikaptam, hogy amúgy ott lehet, hogy nyerni kellett volna. És ott meg mégse jött össze. Fura ez a Rocket League, ez biztos. Bocs. Sorry. Most mit csinálják vele? Hát ott volt előttem. Jaj, elrontom és engem viszel. Azt a ringhat élet, hát egymást borítjuk, lökjük, csípjük, szúrjuk, gólt lő. Ur-Szultán! Egy Titanium White Dragonnal, az lóvé. Az nagyon komoly lóvé az a gól örömös. Üres kapura kihagyja. Mekkora madár ez a gyerek. Az viszont kapura megy. Nem. És nem. Jaj, nem tudtam, hol van a labda hirtelen. Inkább hátra. Az jó. Nem jó. Nem jó. Nem értem utol. Csak mellette mentem. 2-0-ra vezet. Ez már nem olyan vicces így. Szépen elhúzott. Még nagy repkedést tőle se láttam. Viszont ez benyaltam, mert nem volt boostja. Jó van. 2-1, vissza lehet ezt hozni. Megint védünk akkor egyet. Nézzük, hogy most mi lesz. Mit lő? Fú, borzalom. Borzalom a lövése. És még bele is ér. Hát ez teljesen hiba volt. Ez
felesleges volt belérni. 2-2, úgyhogy simán vezetett 2-0-ra. Na, akkor ezt kell megőrizni, megint akkor védünk. Ha nem tud lőni, akkor én szívesen védek. Ez mondjuk jó lövés volt. Erre már azt mondom, hogy ez oké. Nem figyelt. Akasztjuk, pattogjon az a labda csak fölé, hogyha itt engem megakaszt. Vagy én akasztom, nekem mindegy. Á, nem tudtam, hogy érjek bele, mert ha neki megyek a labdának, akkor felém pattant volna, ugye? Ja. Az fölé, az nem rajtam múlott, az a kapu segített ki engem, hogy ilyen kicsi volt. Mit csinál? Az jó. Á, nem jó. Oké, azt hittem pedig. Az se rossz. Az se rossz a fiútól. Ügyes, ügyes. Nem megy utána, nem tud utána repülni, de legalább próbálkozik. Szép, szép, szép. Egyelőre megeteti velem a dolgokat, annyira izgalmas, hogy kaput nem talál. Ez az egyetlen mákom egyébként. Ezekkel a húzásokkal. Jó. Hűha. Megállítja. Szép, ügyes. Megint a kaput nem találja el. Nem jó a célzó vizet. Én igen, csak ő meg ott van. És nekem meg ez a legnagyobb bajom, hogy van más a pályán. Ő is megy a boostra. Okos, okos, ügyes. Tudja, hogy hogy megy ez az 1v1. Mit csinálsz, bo? Mit csinálok? Meg akartam nézni a gólörömet, ugye? Arról van itt szó. Úristen, ez de béna volt. És elé megy a labda. Ez de bosszantó. Hát 2-2 volt és 4-2. Nyomjuk. Jó, most mi történik? Nem rontotta el. Kár, hogy mindig arra várok, hogy elrontsa valaki. Jó, 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 jó. Enyém. Utána se kell menni. Gól. 4-3, másfél perc. Én most itt nem izgulok, hogy ki kell húzni itt, meg időhúzás, meg izé. Itt a srácot be lehet tetni egy-két trükkel. Úrszultán. Na gyere. Egy volt, még valahogy össze kéne kaparni. Nem tudom, hogy, de... Mit? Két gólt kéne összekaparni. Mi volt ez a lövés? Hát ez ennyi volt ez a meccs. A francba! A francba. Oké. Nézz oda. De kínos, hogy nézi. De kínos, hogy nézte végig. Állva. El is szomorodtam. Ez béna volt. De rámegyünk. Jó, ügyes amúgy, ügyes. Írunk neki egy GG-t, ügyes fiú. Ezt már csak tiszteletben nyomjuk, ja. Hát, ha tudunk valami szép bort lőni, vagy mit tudom én. Kérem szépen, esélyem nincs. Esélyem nincs.
Itt is nem jó pattan a laszti. Mindegy, kettőt vesztettünk, kettőt nyertünk. Az első ér kár. Ott azt meg lehetett volna verni. Viszont volt két jó meccs. Na, annak meg örülök. Ez olyan, amilyen. Itt az elején azt hittem, hogy nyerekbe vagyok, aztán kiderült, hogy... Mindegy, összességében nem volt ez rossz. Kicsit visszatérni a Rocket League világába, srácok. Legalább egy tiszteletgól vagy valami összejött. Ha szeretnétek még ilyen videót, mindenféleképpen lájkoljátok, nézzétek, mert én a nézettségből, meg a kommentekből, ilyesmiből látom, hogy érdekel ez titeket, vagy nem annyira. Csak fifázzunk, ilyesmi. Szóval mindenképpen írjátok meg majd, mi a helyzet ide után. Ti hogyan Rocket League-eztek, hogy álltok ez az 1v1-es, szoktatok-e 1v1-ezni, ilyesmi. Ezek mind érdekelnének. Közben egyébként a srác engedte, hogy 6-7-re felhozzam, de egyértelműen engedte, tehát ez nem az én sikeremnek volt betudható. Én szerintem ezzel el is köszönök, jó voltam úgy. Élveztem. Meg már nagyon régen játszottam, és vannak frissítések. Platos ellenfél volt, úgyhogy mondhatni, hogy a plat közelébe vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Végignéztétek, ahogy igyekszem az 1v1-et megragadni és fejlődni benne. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!